Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Egy új világ kezdetéről, egy új világ mindennapjairól kérdezem Balázs Péter külügyminisztert. Sorolhatnám holnap reggelig mi mindent, milyen funkciókat töltött már be. Most inkább kihasználom azt, hogy mit tud erről az új világról. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ön biztos jól aludt az éjszaka, a gyereket elvitte óvodába, iskolába, mindannyian csináltuk a dolgunkat, és nem gondoltuk arra, hogy pár kilométerre tőlünk, pár száz kilométerre van egy atomerőmű például, amit nem túl okos emberek két oldalról is lőnek. Hát jó pár atomerőmű van még itt a környéken, és figyelünk rá, egyébként az Európai Unió is figyel a hozzá csatlakozó országokra, ugye volt Csehországban, Bulgáriában, Litvániában is atomerőművel probléma, de egészen más helyzet, hogyha normális használat közben meghibásodik, és valamilyen probléma keletkezik, és egészen más, hogyha lőnek rá, és ilyen veszély fenyegeti, de mondjuk el lehet menni egészen Fukushimáig, Japánba, ahol a földrengés okozott problémákat. Veszélyes üzem. Veszélyes üzem, és ugye nem csak a tűzzel játszunk, hanem a radioaktív sugárzással is. Ezt tudják az oroszok is, az ukránok is? Pontosan tudja mindenki, ugye aki egy kicsit is ért hozzá, de a civil lakosság is tudja, hogy nagyon nagy a veszély. Ez most egy fenyegetés az oroszok által elfoglalt ukrajnai atomerőmű körül, mert valóban, hogyha valamilyen veszélyes lépés történik, eltalálják a reaktort. De amikor lövöldöznek, akkor napjainkban én, mint harctéri tudósító, olyan is voltam, tudom ám, hogy a rakéták azok el tudnak tévedni. És ha valami köré lövöldözök, akkor talán az véletlenül 20 méterrel odébb talál be. Na most, ahogy ön aludt, ahogy én aludtam, az egész világ végig aludta az éjszakát. Nem láttam, hogy a Bécsben működő atombizottságok, szervezetek álmatlanul töltötték volna az éjszakájukat, és semmiféle reakciót nem látni, azon kívül, hogy néhány ember nyilatkozik. Hát én azért bízom benne, hogy azon túl, amit látunk, felelős emberek figyelnek erre és gondolnak rá, elsősorban a nemzetközi szervezetek. Ha ön felelős emberek, elnézést, állandóan beleszólok, de muszáj azonnal reagálni. Felelős emberekről beszél, miért Ukrajna vagy Oroszország vezetői felelős emberek? Felelős emberek, akik a világ legmodernebb fegyvereit nyomják ide, számolás nélkül? Kiszámítható célokat követnek. Tehát itt a saját közösségük szempontjából ők, Putyin Oroszországot akarja nagyjá tenni és területeket rabolni. Ezért indított háború. És az nem baj, hogy hány embert veszít el közben? Ez ugye egy háborúban bele van kalkulálva a veszteség és a kockázat, a rombolás, úgyhogy, de ő legalább kiszámítható. Ugye a felelősség az szólhat egy közösségnek, és szólhat az emberiség egészének, a glóbusznak. És Ukrajna pedig védekezik, tehát ott azért inkább lehet értékelni a felelősség morális oldalát. Megtámadták, lerohanták, és most az életéért küzd, és az ország területéért és szuverenitásáért. Úgyhogy ezek kiszámítható vonalak. Ugye általában nemzetközi kapcsolatokban azt szeretjük, hogyha kiszámíthatóak a dolgok, és a helyzet elemzésnél és a kockázat elemzésnél ilyen elemekkel dolgozik. De az ukrán vezető ma már azt mondta, hogy a korábban tőlük elcsatolt területeket is követelik vissza, tehát azokat is fel akarják szabadítani. És ha ez az erőmű megszűnik létezni, akkor pontosan azoknak az embereknek lesz osz, akik ezeken az elcsatolt területeken vannak. Politikailag nem mondhat mást. Tehát ő nem mondhatja azt, hogy odadom Donyeck és Luhansk megyéket, de a többieket szeretném megtartani. Ő csak azt mondhatja alaphelyzetben, hogy a tárgyalási pozíciója az ország területi egységének a visszaállítása.
Putyin esetében változott a menü, ugye, mert először az volt, hogy lerohanják északról, megközelíti Kijevet, és megdönti a rendszert, és elűzi a jelenlegi ukrán vezetést. De ez idáig nem sikerült. Ez nem sikerült, ez nem ment. Akkor most látunk egy nagyon értékes karét, ugye a keleti végektől le, elfoglalta, bekerítette az Azovi tengert, ami egy óriási tengeröböl, stratégiai fontosságú, megteremtette a kapcsolatot lényegében katonai szempontból egészen a Krimig, és ki tudja, hogy meddig akar még tovább menni. De azt nem tudjuk, hogy hol érne véget számára, valószínűleg ott, ahol a tartalékai kimerülnek. Az emberi tartalékok elsősorban, ahol nem lesz több katona, a fegyvertartalékok, az utánpótlási tartalékok és a hazai politikai támogatás. Ön feltételezi, hogy nagy Oroszországnak, amiről tanultunk a történelemben, a nagy ex-Szovjetunió nem nincs elegendő fegyvere? Hát egy világhatalomról beszélünk. Egyszer minden háború fölemészti a fegyvereket. Ugye a fegyverek gyorsan használódnak. Fegyver az az áru, amit nagyon gyorsan kell pótolni, mert szétrombolják, elhasználják. Ez ukrán oldalról meg is történik. Mindkét oldalról megtörténik egy háborúban. Kérdés, hogy mennyi utánpótlás van, és Ukrajna esélye most az, hogy a transatlanti közösség felsorakozott mellette, és modern fegyverekkel látják el, nem könnyű ezeket odajuttatni, nem könnyű a katonákat megtanítani a használatukra olyan fegyverrendszerekre, amiket azelőtt nem is láttak, de láthatóan elég ügyesen. Az én forrásaim szerint már évek óta gyakorolnak, és edzésben vannak. A kérdés, hogy a legmodernebb fegyvereket hogy fogják tudni használni. Mégis hol van a világ? Tehát nekem valahogy ez nagyon emlékeztet a második világháborúra, Amerika későn avatkozott be, itt nem kéne beavatkozni, nem úgy beavatkozni, hogy valaki helyet lőni, hanem megállt parancsolni? Lehet egyáltalán megállt parancsolni? Ugye a világ valóban Putyin személye és agresszivitása emlékeztet a második világháborút megelőző szituációra, amikor egy agresszív hatalom hirtelen területi igényekkel. Akkor élettérnek mondták, most élettérnek, területi igényekkel és fajelméletekkel. És fajelméletekkel. Most ugye van egy orosz világ című ideológia, Oroszország nemzetközi szerepe, ami nem volt a második világháború előtt, az az általános fölmelegedés. Akkor ugye nem terhelték az emberiséget klímaproblémák. Nem volt Covid-járvány. Úgyhogy lehet még sorolni azokat a komplikáló tényezőket. Volt pest és kolera, minden, amit akarom, egy háborúban. De nem az 1920-as, 30-as években. Úgyhogy akkor volt egy első világháború utáni óriási világgazdasági válság, ugye 29-33-ban, fölerősödő szélsőjobb mozgalmak Olaszországban, Németországban és máshogy. Úgyhogy volt probléma elég, de ezek politikai, katonai konfliktusok voltak, meg gazdasági jellegűek. Nem volt természeti katasztrófa. Ugye ez egy dupla terhelés, hogy egyrészt emelkedik a tengerszint, erdőtüzek tombolnak, soha nem látott erősségű viharok tombolnak, és a másik pedig a globális világban, ahol az érintkezés sokkal intenzívebb, elindulnak és elszaporodnak a járványok. Úgyhogy sok mindennel kellene most foglalkozni, és jó lenne, hogyha a zajló orosz-ukrán háború nem tartozna közéjük, de közéjük tartozik, és ezt az egész helyzetet kell tudni a világnak kezelni. Tehát akkor tudomásról kell vegyük, hogy nincs, aki közbeszóljon, hogy na megállj, és ennyi. Ugye ez egy alapvető problémája a diplomáciának, hogy hol lehet beszólni valakinek, hol lehet beavatkozni. Hol lehet közvetíteni egyáltalán. Egyáltalán elfogadják el a közvetítést. Ugye ott kezdődik, amikor valaki fölajánlja, hogy majd én szót értek egyik vagy másik oldallal. Egyáltalán a béketeremtés problémája. Hát erre szolgál az ENSZ, erre hozták létre a legutóbbi óriási világégés után, ugye a második világháború után, hogy
hogy az ENSZ tudjon beavatkozni és konfliktust megelőzni, vagy ha már kirobbant, akkor konfliktust kezelni, és a felek közé állni, békét teremteni, elválasztani. Jelen esetben azt hiszem nyugodtan alkalmazhatjuk Dávid Ben-Gurion mondását, amikor azt mondta, hogy umsmum, tehát eléggé az ENSZ nekem úgy tűnik, hogy mintha alkalmatlan lenne erre. Egy próbálkozik, de alkalmatlan. Talán egy béke közvetítésnél másokkal együtt még talán valamit. És akkor menjünk tovább, használjuk ki azt, hogy ön nagykövet is volt. Egy villám konfliktus volt a zsidó állam és a palesztin iszlám dzsihád mozgalom között. Létrejött egy tűzszüneti szerződés, amit főleg Kairó bábáskodott felette, és az ENSZ természetesen. Meg is állapodtak a megállapodást követő csendben, és itt a kérdés, hogy vajon ez a feladata egy orosz diplomatának. Az orosz diplomata Twitteren és a különböző mai játékeszközökön keresztül iszonyúan nekiment a zsidó állam hadseregének és a miniszterelnökének. Vajon, hogyha egy államnak egy másik állammal problémája van, akkor ezt nem elnöki szinten vagy külügyminiszteri szinten kell megoldani? Nem egy szomszédos országban akkreditált nagykövet feladata, hogy twittergessen? Jó, az egészben a jó hír az, hogy a rakéta elleni védelmi rendszer Izraelben, az acélkupola úgy tűnik, hogy elég jól működik. Tehát elfog, elhárít egy csomó kilőtt rakétát. Ez 97%-át, a fönnmaradó 7%, 5%-a rosszul lett kilőve, és a helyi lakosságra zuhant, ez okozta a legnagyobb tehát károkat. Tehát a rendszer jó, és eléggé megbízható, és nyilván az apró tanulságokat is le fogják vonni. Na most az, hogy egy orosz diplomata mit mond, arra figyelni kell természetesen, hogy most mögötte mi van, ez egy ilyen jelzés, egy üzenet, és tényleg az orosz külpolitika áll mögötte. De komolyan kell venni, ugye nagyon régóta van már hivatalban nem csak Putyin, hanem Szergej Lavrov külügyminisztere is, de nem cserélt Putyin külügyminisztert, ugye ez az öreg róka nagyon ismeri a mesterségét, és nagyon ismeri a világot. Nagyon tudatosan az orosz diplomácia olyan, mint egy jó sakkozó, hogy már előre látja a tizedik lépést is, hogy mit fog lépni. Lehet, hogy ez egy ilyen lépés, ez a fenyegető nyilatkozat, de az is lehet, hogy csak egy próba léggömb, amit elengedtek, és figyelik, hogy ki hogy reagál rá. De minden esetre én nem mellőzném az elemzését. A helyzet fokozódott, mert ugye az iszlám dzsihád a fegyvereket, meg Libanon természetesen Teherántól kapja. A síita Teherán több 10 milliárd amerikai dollárt köt a terroristák támogatására, amit általában szíriai felügyelettel szír kikötőkbe vagy libanoni kikötőkből kerülnek a terroristákhoz. A minap éjszaka meg nem erősített források szerint pilótákkal rendelkező harci gépek és pilóták nélkül drónok röpültek nem először Libanon felé, majd szír területekre, ahol a teheráni utánpótlást megsemmisítették. Ám nem megerősített hírek szerint egy eltévedt rakéta, ezt most tanulom a fogalmat, eltévedt rakéta a tengerpartra ért, illetve a tengerpart azon részére, ahol Oroszországnak van az állandó állomásozó helye. Most az Istennél nem fogom megmondani a nevét ennek a helynek, de Oroszország ott létesített magának bázist. Ezzel tulajdonképpen az izraeli-orosz nem létező gentleman agreementnek úgy tűnik, hogy lehet, hogy vége van. Annyi a könnyítő, hogy a szírek bekapcsolták Damaszkusz felől a légvédelmi eszközöket, de a légvédelmi eszközök technikai károkat nem okoztak az izraeli drónokba és gépekre, azok békébe visszatértek állomáshelyükre. Hát ugye a szíriai tűzfészek, a szíriai, ami egy polgárháborúból indult, az fölkeltette az étvágyát néhány agresszív
hatalomnak, ugye Törökország próbálja a kurdokat ezáltal elszigetelni, vagy legyőzni. Oroszország Latakiában egy bázist létesített. És ugye, ami nagyon veszélyes, ezekre megint azt mondom, hogy az orosz és a török mozgás viszonylag kiszámítható. Tehát egy politikai elemzésen nagyjából meg lehet húzni az erővonalakat. Ami kevésbé átlátható, az ez a síita tengely, amely Irán, Irak, a szíriai konfliktus, a Hezbollah, és hogyha ezeket mind összekapcsoljuk, akkor nagyon veszélyes dinamika bontakozik ki belőlük, ami fegyvereket, adott esetben emberek mozgását. Igen, de most úgy tűnik, hogy Oroszország ezeknek a barátjaiként szeretne föllépni, és a vezetőjükként. Biden arab országba tett látogatása után azonnal Putyin megérkezett Teheránba, ahol jól meg is alázták őt egy picit, de nem ez a fontos, ahol szerződést írt alá, és több mint 3000 drónt vásárolt Teherántól. Most nem csak az a kérdés, hogy Teheránnak tényleg van-e 3000 drónja, mikor fogja leszállítani, de a még nagyobb kérdés, hogy miért kell Oroszországnak ez a 3000 drón, és ezt vajon a Közel-Keleten fogja felhasználni, vagy az ukrán-orosz háborúba? Hát ugye az ukrán-orosz háborúval párhuzamosan most a napokban volt Oroszországban egy óriási nagy fegyver kiállítás és konferencia, ez az Armia 2022 című esemény, ahova 72 ország képviselői mentek el, a fejlődő világból elsősorban, és Putyin is tett egy olyan nyilatkozatot, hogy ő minden barátját fogja támogatni, és ezután is számíthatnak korszerű orosz fegyverekre. Na most ez a régi szovjet globális politikának a felélesztése. Magyarország is részt vett ezen? Nem vett részt, de... Mert NATO állam? Hát ugye azért ez a NATO élesen szembe áll, elég Kissingerre hargatni, aki kellő tapasztalattal és bölcsességgel megjegyezte, hogy akár még Ukrajnát is úgy kéne kezelni, mintha NATO tagállam lenne. Mellesleg úgy is kezelik, majdnem. Na most ugye Oroszországnak, ami elsősorban fontos, az a jelenleg folyó háború, és nem biztos, hogy arra elég lesz az ereje, miközben mutogatja az új fegyvereit, aztán kritikusok néha megállapítják, hogy az még nagyon kísérleti stádiumban van. Vagy nagyon szép prototípus. Prototípus, amit még igazából sorozott. Amit november 7-én be lehet mutatni. Így van, és egy tankot úgy is össze lehet rakni, hogy a belseje még nincs kész, de a külseje már szépen csillog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Oroszországnak elég szűkösek a korszerű fegyverkapacitásai. Van egy kreatív mag, ugye ott mindig nagyon vigyáztak a mérnökökre, fejlesztőkre, tudósokra, ez is szovjet hagyomány, ők mindig mindent megkaptak. Egy pillanatra meg kell, hogy szakítsam, mert ugyanebben az időben pályára helyeztek orosz rakéta segítségével egy újabb iráni műholdat, amelynek első feladatai között az orosz-ukrán háború fentről való vizsgálása, majd később az irániák rendelkezésére is fogják állítani. Csillagháborúzunk? Szükség van rá, ugye ma nem szőnyegbombázásokkal gyöngítik az ellenséget, hanem nagyon pontosan bemért célok megsemmisítésével. Hát ahogy az ukrán hadszeret nézzük, a szétlőtt városokat, azok nem műtéti pontossággal. De lehet, hogy ez szándékos. Tehát a lakosság terrorizálása, megfélemlítése, miközben az ukránok például a hírhet orosz Wagner csoportnak a főhadiszállását találták el, mert egy gondatlan tévériporter megmutatta az utca házszámot, és utána már csak oda kellett küldeni. De ezt a posztjúgoszláv mondjuk el a nézőknek, hogy kik is ezek a Wagnerek. Ugye a Wagner csoport az egy tulajdonképpen egy magánvállalkozás, zsoldosok, akik az orosz kormány szolgálatában hajtanak végre, nem hivatalosan, sok és pénzért. Nem orosz egyenruhában, de nagyon hatékony és nagyon sok pénzért.
műveleteket szerte a világon, Afrikába is fel. Ha egy ilyen katonát kicsit elkezdünk vetköztetni, milyen jeleket látunk rajta? Hát, nagy valószínűséggel fasiszta jeleket és tetoválásokat és jelszavakat, úgyhogy ez nagyon egyértelműen szélsőjobb szellemű csoport, ugyanúgy, mint a szürke farkas motorosok és egyéb csoportosok. Ugye nem haragszik rám, ha nem felejtem el, hogy honnét jöttem és kiknek a gyereke vagyok, tehát akkor kérdezem, azt akarja nekem mondani, hogy ezek a zsoldosok védik meg ma Babiárt? Hát ezek a zsoldosok azt csinálják, amit Putyin rendel tőlük, és amiért fizet. Ugye emlékszik azokra az ukránokra, akik, illetve azokra az emberekre, akik tették, amit tettek Babiárra? Babiárra ugye jól emlékszik az ember arra a tömeges gyilkosságra, ami ott megtörtént. Úgyhogy ezek az emberek Oroszország agresszív céljait szolgálják. De ez a második világháborút állítólag felszabadító Európa népét elhozó szabadságra nem illik, hogy ugyanolyan tömegsírokat hozzanak létre, amit látunk ma a képernyőkön. Ezek nem megrendezett stúdiófelvételek. Hát tömegsírok vannak, ugye egyre másra derülnek ki, és azért azt soha nem szabad elfelejteni, hogy ki támadott és ki a megtámadott. Ugye itt Oroszország támadta meg Ukrajnát, és Oroszország akar területeket elvenni Ukrajnától. És akkor az egyetlen megoldás csak a fegyverszállítás Ukrajnára? Ez sem biztos, hogy segít nekik. Nem az egyetlen, de azt hiszem, hogy elkerülhetetlen, mert ugye ha azt modelleznénk, hogy mi lenne, ha Ukrajna nem kapna segítséget, már letámadták volna az egészet. Már legázolta volna Oroszország azzal az erővel, amivel rendelkezik, így beleütközik. És Ukrajnának is megvannak a saját zsoldosai. Hát, hogy zsoldosok, nem zsoldosok, ugye azért ott minden katona köteles férfi otthon marad, harcolnak. Harcol a hazáját. És harcol a hazáját, védi az otthonát, a családját. Egészen más a minőség egy olyan hadseregnek, amelyik a sajátját védi, mint aki idegen földet kell, hogy megtámadjon. Kissinger az elmúlt időben többször is megszólalt. A héten egy amerikai vezető lapnak nyilatkozott, korábban egy német vezető lapnak. Hát ő azért nincs egyedül a véleményével. Hol van az Európai Unió külügyekért felelős embere? Hol van az ENSZ? Szóval én nem hiszem el, hogy nem lehet valamilyen úton megállítani ezt. Ez nem egy villámháború. Ez itt már tömeggyilkosságra megy. Ez valóban így van, tehát a helyzet... Ezek nem kopogtató cédulákat szórnak a repülőről, hogy fél óra múlva támadunk, tessék lemenni a bunkerba, ne tessék a második és a harmadik emelet közelébe lenni, mert azt fogjuk kilőni. Tehát itt nem egy operációs rendszerről van, nem terroristákat űznek, illetve ez nem egy védekező ellenháború, ez egy háború, ami az eltévedt rakéták mindenhova eltévedhetnek, és egyre közelebb jönnek. Az ENSZ-től várnánk azt, hogy az alapokmányának megfelelően teremtsen békét. A legfontosabb grémium a biztonsági tanács, és ott az öt állandó tagból kettő Oroszország, az egyik Oroszország, a másik pedig az őt lényegében pártoló Kína. És ugye vele szemben áll a másik három állandó tag, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország. És akkor még vannak további tagok. Kína, mint egy kicsit kezdené másképp látni a képletet. Kína bölcsebb és nyugodtabb, mint Oroszország, sokkal messzebbre tekint előre. Egy konkrét ügye van, ugye ez Tajvan, és Tajvannal kapcsolatban nagyon kényes arra, hogy az egy Kína elvet senki ne vonja kétségbe. Nem akarja azonnal bekebelezni, van rá ideje, vár bőven, de nem szereti, hogyha kérdőjelek kerülnek az egy Kína mellé. Ezt az Amerikai Egyesült Államokban is tudják? Tudják, és most provokálták is Kínát az elmúlt időben, talán szükségtelenül. Most megy a második delegáció, aki provokálja
szükséglettel. Én azt mondom, hogy talán szükségtelenül, tehát most nem kéne ezzel súlyosbítani a nemzetközi problémákat. Ennek a japánok sem örülnek. Van elég, így van, Japán, Dél-Korea és az egész térség és az ASEAN országok is figyelnek rá, mert a térség békéje múlik rajta. Én azt hiszem, hogy ezek ilyen erőpróbák, erőfitoktatások, és talán van olyan bölcs a kínai vezetés is, meg az amerikai vezetés is, hogy ezt a konfliktust nem fogja eszkalálni az adott körülmények között. Úgyhogy visszatérve az ENSZ-re, ugye az ENSZ-től annyit várhatunk, amennyire föl van hatalmazva, amennyire képes, és ott találkozik a két fél. Tehát az ENSZ nem tud egyoldalúan beavatkozni. Nekem az a problémám, hogy az én agyam lobbik szerint van fölépítve. Van egy fegyverlobbi, ami nagyon hatásosan dolgozik, de nem látom a békelobbit. Tehát én az a dor vagyok, amikor még kimentünk az utcára és tüntettünk Vietnámért, és nem aludtunk, és Vietnámért dolgoztunk még egy vasárnapon. Tehát mintha érdekelt volna minket, nem csak ami itt történik kis hazánkba, hanem a világ békével, ami történik. Kit érdekel ez igazából ma még? Hát ugye van egy óriási különbség a két lobby között, hogy a fegyverlobbin iszonyú sok pénzt lehet keresni. A békemozgalmak azok személyes lelkesedésben, ezek morális indítékból mennek az utcára. De az emberiség az morális indítékból maradt fenn, nem? Sajnos rövid távon az anyagi haszon mindent überel, tehát az, hogy fegyvereket lehet eladni. Hát nézzük meg az USA-ban. De az USA-ban lévő fegyverlobby az nem az Isten adta néphez kerül, az azokhoz kerül, akik ugye bezsebelik ennek a hasznát, és nézzük meg azt, hogy például képtelenek korlátozni az üzletben vásárolható kézi lőfegyverek óriási mennyiségét, és agresszív fiatalok vagy hülye gyerekek a papa sorozatlövőjével bemennek az iskolába, és tömeggyilkosságot hajtanak végre az osztálytársai körébe. De havonta, két havonta jön ilyen. Az általunk jól ismert újkori zsidó államban minden katona hazaviszi a fegyverét, és nem szokták a gyerekek a papa fegyverével lelőni az osztálytárs tanítónéniét. Én úgy láttam, Izraelbe járva, hogy ott kellő fegyelemmel kezelik ezeket a hazavitt fegyvereket. Elnézést kérek, lehet egy fegyvert nem fegyelemmel kezelni? Elben nem lehetne. Tehát ezek olyan katonai szolgálatot ellátó fiúk és lányok, akiknek ott lóg az oldalán a fegyver, hazaviszi és úgy kezeli, ahogy az előírás azt megszabja. Tehát azért azt gondolom, hogy éppen azért, mert felelős emberek kezében van. Tehát nem akárki bemegy a boltba és vesz egy fegyvert, hanem megfelelő. Műsoridőnk lejárta előtt egy perccel, Isten ments, hogy arra szeretném önt rávenni, hogy elítélje az Egyesült Államok ide vonatkozó cselekedeteit, de ha már ők nagy hatalom, akkor valamit a fegyvereken kívül nem kéne még tenniük? Sok mindenkinek kellene valamit tennie, ugye elhangzott az Európai Unió külügyi képviselője. Elviszi az Európai Unió pénzadományt békés célra, amiből természetesen azonnal fegyvert vesznek. Ő a 27 tagállam túsza, tehát azt tudja tenni, amit a 27 tagállam rábíz, és azért a 27 tagállam, 27 külügyminisztere is jelen van a nemzetközi életben, és képviseli a saját államát, úgyhogy itt azt hiszem, hogy a NATO-ra tekint mindenki, és az Egyesült Államok felelősségét valóban. A két új NATO tag csatlakozásával változik a helyzet? Zavarni fogja Oroszországot? Svédország és Finnország belépésével nagyon erősen közelebb lép Oroszországhoz. Ez Moszkvában igen, komoly gondokat. Megnyugvást vagy felháborítást fog okozni? Összezár a NATO, fölébredt, ugye Macron elnök mondta, hogy agyhalott, de amikor helyzet van, akkor látszott, hogy képes cselekedni, úgyhogy ebben bízhatunk. Innét folytatjuk a világ meggyógyítását.
Kedves nézőim, az elmúlt fél órában Balázs Péter próbálta elmondani, csak én mindig megzavartam, de csak azért, hogy önöknek világosabb legyen a kép. Balázs Péter a volt külügyminiszter, és sorolhatnám, legközelebb nem csak külügyminiszteri voltát, hanem az Európai Unióhoz való kapcsolatairól is fogunk beszélni, és megnézzük, hogy mit tehetne, vagy mit nem tesz, vagy mit fog tenni az Európai Unió. Köszönöm, hogy a Pirkadatot választották. Holnap M. Kende Péter várja önöket. Én csak az utolsó két vendégkor érkezem. Próbálják meg jól érezni magukat, próbáljanak ünnepelni úgy, mint én. Holnap iszom önökkel is egy alkoholmentes pezsgőt. Köszöntjük egymást, hisz nem mindenki lesz egyszer 70 éves. Ezt is megértük. Ugye milyen optimista vagyok? Még azt is hiszem, hogy holnap is megleszek. Nézzék a híradóinkat is, és az összes műsorunkat, és hogyha építőjellegű véleményük van, ragadjanak egy tasztatúrát, nyugodtan írjanak, akár telefonálhatnak is, csak nem éjfél után. De mielőtt írnak, vagy válaszolnak, előtte nézzék meg még egyszer. Mi azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül, és első kézből a legjobbat, a legfontosabbat kapják, természetesen a mi szemüvegünkön keresztül, az én szemüvegem viszont egy zsidó szemüveg, ami mindenkinek lehetőséget akar adni az, hogy éljen és túléljen. Tehát sokasodjunk és szaporodjunk, mint a Bibliába írva vagyon. Most viszont nézzék a híradót és mai további műsorunkat, a viszontlátásra.